Európában is egyedülálló az a hihetetlenül gazdag rovarvilág, amelynek a Kárpát-medence és benne Kecskemét közelében a homokhártság ad otthont. A Kiskunsági Nemzeti Park területein az eddigi felmérések szerint közel 2000 lepkefajt figyeltek meg. Ilyenkor nyár elején a magas, füves kaszáló réteken sétálva szinte lépésenként figyelhetnek meg különféle lepkéket a kirándulók és az érdeklődők. Elsősorban a vadvirágok pora vonza őket, ezzel elősegítve azok szaporodását is. Jelenlétük és sokféleségük szerencsére azt tükrözi, hogy a védett területeken nem használnak vegyszereket, így szaporulatukat a természet egyensúly teremtő hatásai szabályozzák. Bár ezen a vidéken már több mint 100 éve folytatnak rovarkutatást a szakemberek, a hatalmas fajszám és a jó rejtőzés nyújtó sűrű növényzet miatt számos apró rovar, pók és pillangó életmódja, táplálkozási és szaporodási szokása még feltárásra vár.